Pályázatot írt ki a Pécsi Önkormányzat a Város Kulturális Holdingjának vezetői pozíciójára. A közgyűlés július 15-én elfogadta ezt az elképzelést. A Pécsi Nemzeti Színház vezetésére is pályázatot hirdetett az önkormányzat. A részletekről a kulturális területért felelős alpolgármester beszélt stábunknak. A kulturális életben igyekszünk szintén átláthatóan végezni a tevékenységünket, és az eddigiektől eltérően a Zsolnai Örökségkezelő Nonprofit Kft. Esetében pályázatot írtunk ki az ügyvezetői igazgató pozícióra. Mint ismeretes, tavaly évvégén határozott időre neveztünk ki egy ügyvezetőigazgatót, akinek mandátuma ugyan májusban lejárt, de a pandémia miatt ez automatikusan hosszabbodott. Az ő pozíciója tehát pályázat útján kerül majd betöltésre Pécsvárosában. Nagyon fontosnak tartjuk, hiszen egy EKF zászlós hajóról volt szó a Zsolnai negyed és a Zsolnai örökségkezelő tekintetében, hogy egy olyan szakembert válasszunk az élére, aki beteljesíti azt a küldetését a cégnek, amire annak idején létrehozták. Tulajdonképpen ez nem csak egy rendezvény szervező cég, nem csak egy rendezvény helyszín, hanem komoly ingatlan gazdálkodás, és folyik több milliárd forintos a költségvetése, tehát egy olyan fajta képességet is elvárunk az új vezetőtől, aki nem csak a turisztika és a kommunikáció terén járatos, hanem a gazdasági ügyekben is. A másik pályázat, amiről a közgyűlésen szó volt, az a Pécsi Nemzeti Színház igazgatói pozíciójáról szól. Ez pedig szabályozás, törvény írja elő, hogy a Nemzeti Színház élére pályázat útján válasszuk ki az igazgatót. Ennek szigorú menete van és szabályai. Ilyen tekintetben az a szakmai bizottság, aki majd javasolja a leendő igazgató személyét a beérkező pályázatok alapján, egy 9 fős szakmai bizottság, ennek az összetétele kötött, egy főt ad a minisztérium, 4 fő érkezik majd a színház szakmai szervezetektől a bizottságba, 2 főt ad az önkormányzat, és itt szeretném hangsúlyozni, hogy a területért felelős alpolgármester mellett egy kulturpolitikus is bekerült a bizottságba, és ezen kívül a színház munkavállalói közül lesz egy fő benne a bizottságban, és az érdekvédelmi szervezettől is egy fő. A jelenlegi igazgatónak a mandátuma 2021. február 15-én jár le, tehát az új igazgató február 16-án lép majd pozícióba, és 5 évre szól a mandátuma. A Zsolnai Örökségkezelő élén megbízott igazgató végzi a munkáját szeptember végéig, őt váltaná az új vezető. A személyi döntésbe a városvezetés szerint be kell vonni a kulturális élet szereplőit is. Az önkormányzat szerint a pécsi kulturális értékek, termékek és újítások bemutatása akkor lehet sikeres, ha a hosszú távú stratégia kerül kidolgozásra a pécsi kulturális élet szereplőinek bevonásával. A stratégia végrehajtásáért pedig egy hatékony menedzsmentnek kell felelnie. Az ellenzéki oldalon azonban kifogásolják, hogy egy fontos kérdés még nem tisztázott. Ez pedig a finanszírozás, hiszen a város saját költségvetéséből nem tudja vállalni a kulturális intézményrendszer működtetését. Telefonon értük el a Fidesz szakpolitikusát. Most a két kulturális szervezetnek a vezetői megbízására írtak ki pályázatot. Az egyik a Pécsi Nemzeti Színház. A jelenlegi igazgatónak, Rázga Miklósnak jövő februárjában jár le a megbízása, és igazából a kiírással az a gond, hogy a város vezetése még nem egyezett meg a kormányzattal a színháznak a további működtetése tekintetében, és az, hogy milyen megállapodást fognak majd kötni a város és a kormányzat, az alapvetően meghatározza magát a pályázati kiírást, hiszen hogyha nagyobb részt, vagy teljes egészében az állam finanszírozza a színház működését, akkor nyilván a pályázati kiírásban szerepelnek a pályázat elbírálásánál jogosítványok is, amit a kormányzat kap, illetve a pályázati kiírásban szerepel pontosan a korábbi éveknek a önkormányzat, illetve a kormányzat közötti a színházra vonatkozó finanszírozási felosztás, ami hangsúlyozom azért problémás, mert ugye még nincs megállapodás. Tehát az alapvető probléma az, hogy amíg nincs kormányzattal megállapodás, hozzáteszem, a gyakorlatilag a országban egyedüli módon, egyedül a
Pécsen tudott meg állapodni a kormányzattal a színháznak a finanszírozásáról és működtetéséről. Tehát amíg nincs meg ez a megállapodás, addig igazából nem lehet kiírni a pályázati kiírás megfelelően, hiszen a megállapodástól fog majd múlni az, hogy mi szerepeljen ebbe a kiírásba. A Zsök esetében szintén kérdéses a finanszírozás a politikus szerint, de más veszély is lehet a kulturális negyednél a jelenlegi városvezetés elképzelései miatt. Olyan elképzelései lehetnek a jelenlegi városvezetésnek, hogy egy funkcióváltással egyfajta ilyen buli negyedet, vagy szórakoztató negyedet akarnak a Zsolnai kulturális negyedből kialakítani, ami én szerintem mérhetetlen károkat fog okozni a pécsi kulturális életnek, hiszen eleve a kormányzata azért vállalta magára a Zsolnai negyednek és a Kodály központnak a finanszírozását, jelentős részét a finanszírozásnak, hogy egy az eredeti céloknak, az LKFS céloknak megfelelő úgynevezett ilyen magas kulturális tevékenység folyjon itt a Zsolnai negyedbe. Ugye, amit tudjuk, hogy ez alapvetően az nem egy piac orientált tevékenység, tehát ezért van szükség az állami támogatásra. És hát itt is a probléma az, hogy ami egyébként a színháznál is probléma, hogy itt se történt még meg a megállapodás, ugye a állammal van egy hosszú távú keretszerződés, amit korábbi években kötött a város, ami minden évben aktualizálni kell, és ez az idei évben nem történt még meg. Tehát itt sincs meg a megállapodás konkrétan arról, akkor, hogy a keretszerződésnek megfelelően továbbra is finanszírozza-e a kormányzata a Zsolnai működését. És nagyon sok minden belekerült a pályázati kiírásba, és többek között, hogy az új vezetőnek feladata lesz egy fajta funkcióváltásnak a előkészítése is, ami én szerintem az általam előbb elmondottakat igazolja szintén, hogy itt elképzelhető, hogy egy ilyen szórakoztató negyedet szeretnének kialakítani. A Zsök esetében szorít az idő, mert október 1-től kezdeni meg a munkát az új vezető. Addig kellene megállapodni a kormányzattal a finanszírozásról. A színháznál pedig még lehetett volna várni a pályáztatással, míg a pénzügyi háttér biztosított lesz, véli a politikus.